Valószínűleg mindannyiunkkal előfordult már, hogy egy incsiklandozó ételt ábrázoló fotó alapján vásároltunk valamit, de amit kaptunk, az még köszönő viszonyban sem volt a képpel. Vagy hogy valamit egy internetes leírás alapján saját kezűleg készítettünk el, de az eredmény egyáltalán nem hasonlított arra, mint amit elképzeltünk. Arról nem is beszélve, mikor egy internetről vásárolt ruhát kapunk készhez. Ismerjük az érzést, a valóság néha nagy csapásként sújt ránk. Ebben a videóban kiválogattunk néhány igazán érdekes elképzelés kontra valóság dolgot. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Mielőtt belevágnánk, szeretnénk emlékeztetni titeket a nyereményjátékunkra, amelynek keretein belül három pólót sorsolunk ki. Videó a leírásban. Na kezdjük! Első. Csőrike, te vagy az? Ki ne ismerné Csőrikét, az aranyos kis kanárit? Eleve az nagyon gonosz dolog, hogy egy őt ábrázoló fagyit szeretnénk elfogyasztani. Viszont ha mégis erre vetemedünk, láthatjuk, hogy a csomagoláson látható Csőrike szép és vidám, míg a tartalma valami egészen más, inkább ijesztő, mint kedves. Második. Ételek a reklámban és a valóságban. Ez egy nagyon gyakori dolog. Általában az ételeknél, főleg ha szendvicsekről beszélünk, előfordul, hogy nem ugyanazt kapjuk vissza, mint ami megtetszett nekünk. A képeken minden olyan tökéletes, minden egyes alapanyag gyönyörűen látszik, míg a valóságban egyes dolgok hiányozhatnak, és nem is olyan hívogatóan vannak összeállítva, mint ahogy azt hirdetik. Harmadik. Amit elterveztünk hétvégére, és amit megvalósítottunk. Bizonyára veletek is sokszor előfordul, hogy egy hétvégére rengeteg dolgot elterveztek. Például rendet raktok a szobátokban, nagy takarítást tartatok, elmentek bevásárolni, kertészkedtek, és így tovább. Azonban mikor eljön a hétvége, megesik, hogy a délelőttet alvással töltjük, a délutánt meg a kényelmes nappalinkban. Észre sem vesszük, és már vége is a hétvégének. Ilyenkor előfordul, hogy bűntudatot érzünk, de ennek ellenére legközelebb valószínűleg újra megismételjük. Negyedik. Ruhavásárlás. A hírességeken és a példaképeinken általában minden ruha jól áll. Az interneten böngészve hasonló ruhákat találhatunk, amiket egy kattintással megrendelhetünk. De amikor végre megérkezik a várva várt ruhadarab, szembesülnünk kell a ténnyel, hogy közel sem néz ki olyan jól, ahogy azt hittük. 5. Hóesés. Ha a hóesésre gondolunk, a sokunkat jó érzésekkel tölt el. Az első hó mindig gyönyörű, minden szép fehér, a gyermekek hóembert építenek és élvezik a havat. Nagyon idillikus hangulat. Viszont van ennek egy másik oldala is, amikor a hó elkezd olvadni. Na ilyenkor teljesen megváltozik az elképzelésünk az egészről, és nem igazán élvezzük többé. 6. Új hajstílus. Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor úgy érezzük, hogy a régi hajstílusunktól meg akarunk szabadulni, és egy újat szeretnénk kipróbálni. Vagy csak szórakozásból egy igazán extrém hajjal szeretnénk meglepni az embereket. Ilyenkor általában képeket keresünk az interneten a kiválasztott stílusról, és ezzel elmegyünk a fodrászunkhoz. Az eredmény sokszor nem tükrözi az elképzeléseinket. 7. Mikor Schwarzeneggernek érezzük magunkat. Ha elmegyünk az edzőterembe és csinálunk pár gyakorlatot, úgy érezhetjük magunkat, mint egy igazi testépítő. Nézegetjük az izmainkat a tükörben, úgy érezzük, hogy már is látszik a különbség. Úgy gondolhatjuk, hogy innentől kezdve minden nap keményen fogunk edzeni. Ám azok, akik nem elég elszántak, előfordul, hogy az edzés felét mással töltik, például selfie készítésével vagy cseteléssel. Hashtag gym. 8. Pakolás az utazásra. Mielőtt egy hosszú útra készülünk, mindig eltervezzük, hogy mindent szépen rendezetten pakolunk be a bőröngyeinkbe, majd aztán a csomagtartóba is. De ahogy fogy az időnk, általában kapkodás lesz a vége, és az egész nem lesz olyan precíz. Gyakran minden egymás hegyére hátára kerül, és teljes a káosz. 9. Movember. Valószínűleg mindannyian hallottatok már a Movemberről. Ez arról szól, hogy november folyamán nem borotválkozunk, és az elképzelésünk az, hogy a hónap végére úgy nézünk majd ki, mint egy spártai harcos. Az eredmény gyakran elmarad a várakozásainktól, sokszor mindössze egy bajuszt sikerül növesztenünk. Persze akadnak olyanok is, akik olyan génekkel vannak megáldva, amelyekkel sikerül elérniük a kívánt eredményt. 10. Reggeli ébresztő. Esténként gyakran eltervezzük, hogy másnap igenis korán fogunk felébredni, beállítjuk az ébresztőnket és motiváltan ágyba bújunk. Ám másnap, mikor megszólal a vekker, gyakran visszaalszunk még néhány percre, szundikálunk egy kicsit. Ha esetleg hétvégéről van szó és nincs igazán komoly teendőnk, előfordul, hogy néhány perc helyett pár órára is visszaalszunk. Veletek melyik fordult elő legtöbbször?
Várjuk a válaszaitokat kommentben, valamint írjátok le, ha van egy igazán jó ötletetek, amiről videót kéne csinálni. Ha tetszett, amit láttatok, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Ennyi volt mára, találkozunk legközelebb. Na, sziasztok!